Szent István király második intelme az egyházi rend becsben tartásáról. A királyi palotában a hit után az egyház foglalja el a második helyet. Az egyház, melynek első ízben a mi fejünk, tudniillik, Krisztus vetette el magját, majd az ő tagjai, vagyis az apostolok és a szentatyák ültették át. Meggyökeresztették erősen, s elterjesztették az egész föld kerekségen. És ám bár mindig hajt új sarjat, más helyeken mégis, mint egy réginek tartják. Itt viszont, kedves fiam, a mi birodalmunkban eddig még, mint ifjú, friss hajtást prédikálják. Épp ezért kíván meg szemfülesebb és szembetűnőbb őröket, nehogy a jó, amivel az isteni kegyelem bennünket mérhetetlen irgalmában érdemtelenül elárasztott, tunyaságod és restséged, valamint hanyagságod miatt megromoljék, s megsemmisüljön. Mert aki a Szent Egyház méltóságát csorbítja, vagy csúfítja, azon munkál, hogy Krisztus testét csonkítsa. Hiszen maga az Úr mondta Péternek, akit a Szent Egyház őrzőjévé és felügyelőjévé emelt. Péter vagy, erre a sziklára építem egyházamat. Ő ugyanis önön magát nevezte kősziklának, s nem ám fából, avagy kőből épült egyházról beszélt, hanem az újonnan nyert tömeget, a kiválasztott népet, Isten nyáját, mely hitben kioktattatott, keresztségben megmosatott, kenettel olajoztatott, hívta a saját magára épült szent egyháznak. Ha valaki lázában e szent egyház tagjait vagy kicsinyeit megbotránkoztatja, az evangélium tanítása szerint méltó arra, hogy malomkövet kössenek a nyakára, és a tenger mélységébe vessék. Azaz a hatalom méltóságából kivetik, és az igazak egyházán kívül marad a világi nyomorúságban, mint valami pogány és vámos. Így hát, fiam, napról napra virágzó szorgalommal kell őrködnöd a Szent Egyházon, hogy inkább gyarapodjék, mintsem fogyatkozzék. Azért is nevezték az első királyokat nagyságosnak, mert az egyházat nagyobbították. Te is ezt tegyed, hogy koronád híresebb, életed boldogabb, és hosszabb legyen.